Tasnádi Csaba rendezésében, Modri Gyöngyi és Keller János alakításában a Vörösmarty Színházban is bemutatták a Veszprémi Petőfi Színház Topolcsányi Laura Árva szörny című darabját. A pszichodrámát a szerző kifejezetten az 5. lélektől lélekig színház gyógyító erejének fesztiváljára írta. A darab a napjainkban egyre inkább aktuális magatartási zavarokat, lelki bántalmazásokat, romboló személyiségeket mutatja be. Bizonyosan sokaknak ismerősek lehetnek a színpadról visszaköszönő helyzetek, az áldozattá válás, amit a Tortúra pszichotrillerből ismert kivételes színészpáros, Modri György és Keller János alakítása révén élhetnek át a nézők. Az árva szörny Robertje azért veszíti el a kapcsolatot önmagával és a világgal, mert saját jogán nem szeretik, csak feltételekhez kötötten, amelyeknek azonban nem képes megfelelni. Ez a szerep valóban színészileg egy óriási kihívás, hiszen hogyha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, akkor ez egy negatív karakter. Persze ennek is vannak árnyoldalai, és kiderül, hogy ez tulajdonképpen nem csak egy negatív karakter, hanem nagyon sok sérüléssel megáldott ember, akit el kell játszanom ebben az előadásban. Ugye a Torturában ott én voltam az elszenvedő, itt most, hogyha egyszerűen fogalmazom, akkor én vagyok a kínzó, tehát egy teljesen más oldalamat kell megmutatni a nézőknek, de óriási lehetőség és nagyon hálás feladat. Pénteken délután nyílt meg a Korona és a Szent László falképek Székelyföldön című kiállítása a Kápolnásnyéki Halászkastélynál. A tárlatot L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg, a köszöntőt pedig Elekes Gyula Zomác művész, a tárlat székelyudvarhelyi kurátora, a Szent Korona alkotója mondta. A megnyitó ünnepséget követően a Szent Koronát a Halászkastély parkjában, a Szent László faliképek Székelyföldön című kiállítást pedig a Halász Gedeon eseményközpontban tekinthették meg az érdeklődők. A Szent László kultusznak a feldolgozásához ő is hozzáteszi a maga ismeretterjesztő munkáját, és a közönségben ennek a nagyon fontos hagyománynak az ápolását vállalja, valamint a mögöttem látható Szent Korona kinagyított változatának a bemutatásával azt az ikonográfiát hozza közelebb a közönséghez, amely nem feltétlenül ismert azok számára, akik nem tanulmányozták részletesen a Szent Korona ábrázolásának részleteit. Idén először július 10-e és 16-a között rendezték meg a Vojvoda kosárlabda tábort a Gárdonyi Csukacsarnokban, ahol a fiatal játékosok profi környezetben Vojvoda Dávid és válogatott csapattársai társaságában fejleszthették kosárlabda tudásukat. A résztvevők a labdavezetés és a dobás alapjaitól játékos feladatokon átjutottak el az egymás elleni mérkőzésekig. A tábor záróedzésén Vojvoda Dávid beszélt tapasztalatairól. Amit lehet látni, nagyon sok gyerek van, örülök neki, hogy ennyien összejöttünk. Azt hiszem 41-2 hány gyerek van, most pontosan nem tudok számokat mondani, de nagyon lelkesek, örülök, hogy itt vannak, nagyon lelkesen dolgoznak, jó kezekben vannak, ugye tapasztalt edzők irányítják a szakmai munkát. A srácok tényleg, amit tapasztaltam, minden mozdulatokat figyelik. Ugye én is elég sokszor beállok, ha kell valamit, akkor én is meg tudom mutatni a gyakorlatokat. Csipkeverés, fonás, nemezelés. Mindezekbe pillanthattak bele azok, akik ellátogattak szombaton a Rácz utcába. A kézműves foglalkozások mellett különleges egyedi textil termékeket is vásárolhattak az érdeklődők nép- és iparművészektől. A textilek a konyhában elnevezésű nap keretében a kicsik is könnyedén elsajátíthatták az egyes mesterségek technikáit. Azt látjuk, hogy nagyon sok érdeklődő jött, és ahogy én a reggel a köszöntőben azt mondtam, hogy tartsunk egy ilyen kézműves léleksimogató napot, hogy csupa relaxációs dolog ez, hogy most egy-egy kézműves mesterségbe elmélyednek, tehát ez kell az embereknek. Akinek erre vágya van, szüksége van, az eljön.